készülnek a trianoni megemlékezésekre, a múzeum egy szabadtéri tárlatot rendez. Lélek jelenlét. A pünkösdre készülnek a békéscsabai egyházak. Rendhagyó ünneplés, meglepetések várják vasárnap a gyerekeket. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több tízezren lehetnek Magyarországon azok, akik nem is tudják, hogy átestek a koronavírus fertőzésen. Közölte a Szent László Kórház főorvosa csütörtökön az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján. Szlávik János szerint sokan estek át tünetmentesen a betegségen, de olyanok is lehetnek, akik enyhe tünetekkel nem fordultak orvoshoz. Az idősek esetében ugyanakkor teljesen más a betegség lefolyása, mint a fiatalabbaknál. Ezért is veszélyesebb rájuk nézve a megbetegedés. A főorvos arra is kitért, hogy a gyermekek között alacsony a fertőzöttek száma. 10 éves kor alatt súlyos, illetve halálos esetről a szakemberek nem tudnak. Ez azért lehetséges, mert a kutatók szerint a gyermekek korában kevesebb olyan receptor van, amelyet a vírus megtámadhat. A kedvező időjárás beköszöntével az autósok többsége már az elmúlt hónapokban nyári szetre cserélte a járművek téli gumijait. A koronavírus járvány miatt azonban sokan csak most vitték autóikat műhelyekbe. Ezen az autón éppen a téli gumikat cserélték le a nyári szetre az egyik békéscsabai műhelyben. Sok tulajdonos, megvárva a járvány kifutását, ezekben a napokban vitte el gépjárművét a szerelőhöz. Nagy problémát jelentett nálunk ez a COVID-19-es járványhelyzet, és most vált időszerűvé, hogy a téli gumit Fánistől, Mindenestől egy komplett nyári garnitúrát cseréljük le. Az autót minden évben egyszer az ősz beköszönte előtt átnézi egy szerelő, a biztonsága legfontosabb, tette hozzá az autó tulajdonos. A járványidőszak az autós műhelyek forgalmára is jelentős kihatással volt. Nagyon kellemetlenül ért minket. Egy az, hogy csak 3 óráig lehettünk nyitva, a másik meg a rövid hetek voltak a húsvéttől kezdve, a május 1-jel minden, tehát eltolódik nagyon a szezonunk, az az igazság. Nagyon sok autó még nem érkezett, amit várnánk még, tehát akinek itt van tároláson gumija, még azok se érkeztek. A járvány időszakban nem sokan használták az autóikat. A műhelyben a csereidőszak alatt átlagosan 6-700 autó érkezik. Jelenleg 150-200 autó érkezésével kell még számolni, emelte ki Nagy Attila. A szerelők egy-egy gumicsere esetén a féktárcsákat, fékbetéteket is átvizsgálták, a gumi állapotától függően pedig a futómű beállítást is javasolni szokták. A gumik alapos ellenőrzésével ugyanis többek között a durdefekt is elkerülhető. A trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról emlékezik meg az ország a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én. A békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum a megfelelő óvintézkedéseket betartva egy különleges szabadtéri kiállítást rendez az eseményre. Az intézmény a korlátozások miatt zárt térben jelenleg nem rendezhet kiállításokat. Így a Munkácsi Mihály Múzeumban sem nyílhatott meg az a tárlat, amely az 1920-as eseményeket idézte volna fel. Sajnálatos módon ugye a múzeumok most zárva vannak, és ekkor jött az alapötlet, hogy erről a évfordulóról ne feledkezzünk meg, hanem mindenképpen mutassuk be ezt a kiállítást, de hogy a múzeumok zárva vannak, ekkor jött az alapötlet, hogy akkor vigyük ki a múzeumot az utcára, és ott mutassuk be ezt az évfordulót. Az 1920-as eseményekkel kapcsolatos tárlat a Munkácsi Mihály Múzeum kerítésén elhelyezett tablóképeken, illetve a Trianon téri emlékműnél felállított tablókon tekinthető meg. Ezeken a kiállító felületeken különleges, ritkán látható fényképek is helyet kapnak.
Ezek nagyon különlegesek, hiszen azt a momentumot örökítették meg, amikor Békés Csaba főterén a román és a magyar seregek felvonultak, illetve az Antant misszió tagjait is megörökítették, és ez tulajdonképpen a román megszállásnak az utolsó pillanatát örökítette meg, hiszen utána ugye délután történt, hogy a román seregek kivonultak Békés Csabáról. A múzeum mellett a Csaba Gyöngye Kulturális Központban is megemlékeznek az évfordulóról. A kivilágított tablók megtekinthetőek lesznek majd az épület külső üvegportáljain keresztül. A 7.tv június 4-én 16 órától tematikus műsorokkal jelentkezik a trianoni emléknap alkalmából. A megemlékezésekhez kapcsolódó tárlatokat a június 4-ét követő hetekben lehet látni a trianoni emlékműnél és a Munkácsi Múzeum kerítésén. A pünkösdöt, mint a keresztény egyházak egyik legfontosabb ünnepét, a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn ünneplik a Krisztus hívők. A közelgő ünnepre azokat a Békés Csabai lelkészek is készülnek, akik a 7.tv támasz című műsorában a televízió képernyőin keresztül is hirdették az igét hétről hétre. A Bibliában az apostolok cselekedeteiről írott könyv elején olvasható a történet a tanítványokról, akik Krisztus mennybe menetele után Jeruzsálemben maradtak. Pünkös napján, amikor mindannyian együtt voltak, Jézus korábbi ígérete alapján leszállt közéjük a Szentlélek, amely lángnyelvek formájában jelent meg. A Szentlélek személyéről és munkájáról kérdeztük a Békés Csabai lelkészeket. Maga az Úr Jézus Krisztus emelte ki ennek az ünnepnek a jelentőségét, amikor apostolaitól búcsúzott, és azt mondta, hogy elmegyek, és majd elküldöm nektek a Szent Lelket, aki megtanít titeket mindenre, eszetekbe juttat mindent. A koronavírus járvány miatti személyes találkozást nélkülöző hónapok a református gyülekezetben sem múltak el nyom nélkül. A pünkösdre való készülődés így a szokottnál is nagyobb hangsúlyt kapott. Megtapasztalhattuk azt, hogy az Isten lelke akkor is működik, amikor nem vagyunk fizikailag együtt, hanem egy úgynevezett online térbe kell, hogy találkozzunk, és csodálatos megtapasztalás volt az, hogy akkor is van Istennek üzenete, akkor is van mondani valója. A Biblia a Szent Lelket több névvel is illeti, így például pártfogóként, vigasztalóként, tanácsadóként és emlékeztetőként is bemutatja. Nem olyan földi életnek a küzdelmei vagy nehézségei vannak csupán számunkra emberek számára, hanem a mindenható Istennek van egy más terve az emberiségnek, és ezt a megváltón keresztül közel hozta hozzánk. Erre kell nekünk emlékezni magunkat is, és egymást is emlékeztetni. Az egyház elmúlt évszázadai, évezredei során voltak hibák és bűnök, mert emberek alkotják, de a Szentlélek jelenlétének fényes bizonyítékát mutatja, hogy az egyház fennmaradt, és ma is újabb és újabb emberek jutnak hitre, tette hozzá Péterné Benedek Ágnes. Az emlékezés a Békés Csabai Baptista gyülekezet számára is fontos a közelgő ünnep kapcsán. Talán így sokkal erősebben fogjuk megélni annak a közösségnek az értékét, áldását, amit egyébként a pünkösd és a lélek jelenléte adott meg a keresztény Krisztus követő közösségeknek. Ami probléma vagy rossz volt az életünkben, az akár a javunkra is fordulhat, így gondolom. A megkérdezett lelkészek egyházuk liturgiáitól függetlenül mindannyian kiemelték a Szentlélek szerepének fontosságát. A 7.tv támasz című műsorában mind a négy egyház pünkösdi istentiszteletét közvetíti az ünnepi hétvégén. Továbbra sem tarthatóak nagyobb rendezvények a koronavírus járvány miatt, így a Városi Gyermeknap is elmarad. Ennek ellenére a Békés Csabai Napsugár Bábszínház, a Jókai Színház és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ is meglepetéssel készül vasárnapra, különleges módon köszöntve a gyermekeket. Pörögj velünk címmel indított országos kezdeményezést a Kecskeméti Ciróka Bábszínház, melyhez Magyarország valamennyi hivatásos bábszínháza csatlakozott. Lenkefi Zoltán, a Békés Csabai Napsugár Bábszínház igazgatója elmondta, valamennyi társulat felajánlott egy előadást, melyeket vasárnap tesznek majd közzé.
azt gondoltuk, vagy azt gondolták a szervezők, de gyakorlatilag mi is, hogy ne maradjon bábszínház nélkül a gyereksereg. Ilyenkor ugye mi mindig meg szoktunk hívni előadásokat, vagy mi magunk játszunk előadásokat, pontosan ezért, hogy a gyerekek tudjanak aznap valahova menni. Hát ez most sajnos elmarad, mert ugye mi még előadást nem tudunk játszani, viszont azt fel tudtuk ajánlani, hogy videó formájában megtekinthető legyen egy bizonyos felületen, úgyhogy ez így szerintem jó. Mert azért a szénira mit kapott? Még kenyére is alig futottak. A teátrum a báb előadás mellett koncerttel is kedveskedik a gyermekeknek. Lenkefi Zoltán a pontos helyet és időt nem, de azt elárulta, hogy vasárnap délután két helyszínen, a lencsési lakótelepen és a belvárosban is hallgathatják a Rokodál zenekart az éppen arra járók. A Jókai Színház is hasonlóan készül a hétvégére. A társulat előadói több alkalommal is feltűntek a városban az elmúlt hetekben. Seregi Zoltán elmondta, hogy a Színház házhoz megy elnevezésű kezdeményezésük nagy sikert aratott, így ennek mintájára most gyermekeknek szóló műsorral készülnek. Ez kapcsolódik majd a gyereknap is, hogy kifejezetten a Színház házhoz megy programban kifejezetten gyerekeknek szóló versikék, dalok, mesék hangzanak majd el, úgyhogy kifejezett, tehát ebben nem lesz felnőtteknek szóló dal, csak gyerekeknek szóló műsort fogunk összeállítani. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatója már arról beszélt, hogy az év egyik nagy fájdalma, hogy a városi gyermeknapot nem tudják megtartani a hétvégén. Szente Béla elárulta, hogy egy dallal és egy ígérettel köszöntik majd a gyermekeket. Az ígéret pedig az, hogy a városi gyereknapot megtartjuk, csak egy kicsit később, akkor, amikor már szabadon mindenki számára elérhetővé válik a lehetőség, újra lehetünk 1500-2000-en, akkor egészen biztos, hogy lesz városi gyereknap, egy kicsit később, de olyan nincs, hogy a gyerekek ezt az ajándékot a várostól ne kapják meg. A hétvégi programokat illetően a szervezők arra kérik a hallgatókat, hogy tartsák be a szükséges egészségügyi intézkedéseket. A Békés Csaba 1912 előre hullámzó szezon tudhat maga mögött a labdarúgó másodosztályban, hiszen a koronavírus miatt félbeszakadt, majd beszüntetett bajnokságban, csak a 15. helyen zárt. A lilafehérek visszatérhettek a csoportos edzésekhez, és már a következő szezonra koncentrálnak. Itt még az utolsó tétmérkőzésre készültek a Békés Csaba 1912 előre játékosai. A szombathelyi haladás elleni márciusi összecsapás után azonban félbeszakadt az idei bajnokság. Az MB2-es együttes a koronavírus miatti szünetet követően jelenleg zárt kapuk mögött tréningezhet. Csak a klub munkatársai látogathatják az edzéseket. Március óta stábunk sem járhatott a csapat foglalkozásain. A tréningek újraindítása előtt a játékosok otthon edzettek. Mindenki nagy elánnal vágott bele ebbe a munkába, az otthoni edzések nem olyanok, mint itt. Azért itt tényleg tudunk játszani, együtt vagyunk, együtt mozgunk. Minden az otthoni edzések, persze mindenki csinálta, de nem lehet azt az edzésmunkát elérni, amit itt elérünk. Én személy szerint már nagyon vártam, hogy elkezdődjenek az edzések, a meccseket is várom, majd remélem, hogy minél hamarabb ez is elkezdődik. Az együttes vezetőedzője kiemelte, hogy tavaly nyáron rengeteg fiatal és tapasztalatlan játékossal kezdték az idényt. Schindler Szabolcs elmondta, a szezon leginkább a tanulásról és a játékosok beépítéséről szólt. A szakember hangsúlyozta, sokkal erősebb csapatot szeretnének építeni, amelyhez legalább 4 meghatározó játékos szerződtetése szükséges. Arra kell felkészíteni a csapatot, hogy ne középcsapat legyen, mert én megmondom az igazat, hogy nem nagyon szerettem a középcsapatokat, ezzel is nagyon bántó volt ez az év, nem nagyon szerettem a középcsapatokat, persze látjuk, hogy milyen játékosokat tudunk hozni, nem középcsapatra készülünk, egy olyan markáns csapatot szeretnénk építeni, amit idén is terveztünk, de sajnos nem valósult meg teljes egészében. Inkább azt mondom, hogy a jó csapatok ellen nagyon jól szerepeltünk, és a hozzánk hasonló kaliberű csapatokat meg nem sikerült megvernünk. A játékosok jobb fizikális és mentális állapotban tértek vissza, mint amilyenben a szezon végén voltak, tette hozzá a vezetőedző. A következő idény előtti alapozó edzéseket a nyári szünet után kezdi meg az együttes.
Hello Modern Agrárium. Ezzel a címmel nyílik hamarosan interaktív kiállítás a Szarvasi Arborétum egyik épületében, amely játékos formában mutatja majd be a mezőgazdaságot a gyermekeknek. Egy határon átnyúló projektnek köszönhetően pedig többek között relaxációs, valamint közösségi térrel is bővül az arborétum. Utolsó hetéhez érkezett egy Magyarország-Románia határon átnyúló projekt, ebben a Szarvasi Arborétum partnere a Nagyváradi Püspökség, a két helyen pedig közel azonos bibliai témájú kertet alakítanak ki. Szarvason többek között létrehoztak egy bibliai fűszer és gyógynövénykertet, és egy meditációs teret is. Ezen felül több interaktív elem is megtalálható, így például elfoglalta helyét egy óriási, 22 méter hosszú cet is. Megtalálható itt még a születésbarlangja, lehet vizet fakasztani a bottal, meg lehet nézni, hogy hogyan működött annak idején a római korban a taposó malom, amivel vizet lehetett vezetni a földekre, vagy hogy nézett ki egy korhű épület, egy lakóépület. És hát folytatva a projektelemek sorát, ezen a területen építettünk föl egy foglalkoztató épületet is. Hanyec Katalin kiemelte, igyekeztek úgy kialakítani a kertet, hogy ne csak a hívők, hanem mindenki számára teljes élményt és tudást kínáljon. Jelenleg még folynak a munkálatok, de a kert hamarosan megnyitja kapuit. Eközben más is készülődik a Szarvasi Arborétumban. Az intézmény kezelésében van a Meteorológiai Obszervatórium, amelynek termei most kiállító térré alakulnak. A Hello Modern Agrárium kiállítás lényege, hogy élményszerűen mutassák be a mezőgazdaságot a gyerekeknek. Az érdeklődők az egyik teremben például a méhekről tudhatnak meg többet egy egyesületnek köszönhetően. Az ő általuk gyűjtött méhészeti kellékek láthatók itt ebben a tárlatban. Érdekessége az, hogy ebben a kiállításban is úgy próbálnak majd a méhészek egy teljes tárlatot biztosítani, hogy a régmúltat követően a jelenkori eszközök is megjelenjenek majd a tárlatban. Természetesen itt is játékos elemeket építünk be, interaktív módon adjuk majd át az ismeretet a gyerekeknek. A szervezők egy másik teremben egy agrárterepasztalt is berendeztek. Ennek különlegessége, hogy a gabona termesztését követi végig, ősztől nyárig, egészen az aratásig. Lesz egy úgynevezett mezőgazdai elmesztár terem is, ahol a gyerekek fel tudják próbálni a méhészek, vagy épp a traktorosok öltözetét. A kiállítás a tervek szerint nyáron nyílik meg. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!